Ilyen kisebb méretű és árban is hozzáférhető járműveket adtak el legtöbbet ebben a nyíregyházi használt autókereskedésben az utóbbi hónapokban. Az alacsony kategóriában lévő autók közül is a német és japán márkák az igazán kelendőek, legtöbben ugyanis a megbízhatóságot és az alacsony fenntartási költséget tartják a legfontosabb szempontnak autóvásárláskor. Megélénkült ebben az évben a piac, a tapasztalatok szerint még az sem vetette vissza a vásárlókat, hogy az árak jelentősen megemelkedtek. Most nagyjából harmadával kell többet fizetni a használt autókért, mint másfél évvel ezelőtt. Ugyebár a tavalyi évben a euró-forint árfolyam egy 10-15 százalékot megemelkedett, illetve a nyugat-európai használt autó behozatal visszaesett, részben ugye a pandémia hatása, részben pedig a nyugat-európai árak is emelkedtek. Tehát ez a kettő együttes hatása plusz az új autóárak emelkedése is okozta a használt autóárak ilyen viszonylag nagymértékű emelkedését. Az első fél év során egyébként közel 400 ezer használt autót adtak el, az azonban a kereskedőket is meglepte, hogy a járványhelyzet lecsendesedését követően visszaesett a kereslet. Részben valószínűleg annak az oka is, hogy a pandémia hatása alatt nagyon sokan vásároltak azért autót, hogy ne kelljen a tömegközlekedést igénybe venni. Amióta ugye elműlt a járványveszély, lehetséges, hogy ez a hatás ez kisebb mértékű. Tehát nagyon sokan munkába járásra használták a kocsit a pandémia alatt. Most viszont, hogy elmúlt a járványveszély, ezért ez a hatás ez elmúlt. Az ugyanakkor továbbra sem kedvező, hogy a vevők háromnegyede 10 évnél idősebb autót vásárol. A hazai személyautók átlag életkora jelenleg 14,7 év, ez 10 évvel ezelőtt még a 12-t sem érte el. A várakozások szerint a jövőben a dízel autók iránti kereslet fog jelentősen lecsökkenni, az idős gázolajjal hajtott autók forgalomból való kivezetése ugyanis már napirenden van az Európai Unió döntéshozóinál.